Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, ma szombat van, és arra gondoltam, hogy elindítok egy ilyen kis hétvégi vlogot. Most készülöttünk össze, és el fogunk indulni az alattunk lévő városba, Tainanba, mert van ott egy különleges üzlet. Talán emlékeztek, hogy az előző videóban említettem, hogy szeretném lecserélni az iPad-emet, és találtunk egy olyan üzletet, ahol elfogadnak ilyen különböző kuponokat, amiket a kormánytól kaptunk. Ráadásul, mivel Yang is és én is tanárok vagyunk, ezért még erre is jár külön kedvezmény, és még a régi készülékeimet is leviszem, hogy azt is be tudják számítani. Sajnos ilyen üzletek nem mindenhol vannak, például a mi városunkban nincsen, úgyhogy most ebből kifolyólag le kell utaznunk. Szóval nem kirándulni fogunk most sajnos, de azért viszlek titeket is magammal, hát ha látunk ezt-azt. Illetve Yang szeretne bemenni az egyik bevásárló központba, mert van ott egy ilyen ruházati üzlet, a Uniqlo, ahova szeretne benézni, és hát véletlenül pont volt H&M is ebben a plázában, úgyhogy nem mondom, hogy szomorú vagyok, de szerintem most gyorsan elindulunk, mert már dél van, és még le kéne érnünk, nagyjából másfél-egy óra lesz az út, úgyhogy szerintem induljunk is. Gyorsan megmutatom nektek, hogy mi van rajtam. Ma ezt a nagyon egyszerű kis pészínű vászonruhát vettem föl. Van hozzá egy ilyen kis sárga táskám, egy aranyfőbevalóm, talán még ez is a H&M-ből van, illetve egy ilyen kis pöttyös bézs hajpánt, ami szerintem tök jól illik most ehhez az egyszerű szethez, és felkapom a szandálomat, és mehetünk is. Eljöttünk gyorsan Yang suliába, felveszünk egy papírt, mert elfelejtette hazahozni ezt az igazoló papírt, hogy mi ugye tanárok vagyunk, és így kaphatunk ugye kedvezményt, úgyhogy most bement az irodába. Egyébként Yang nem teljesen tanár, hanem igazgató helyettes, úgyhogy ő be tud járni így a suliba hétvégente is, amikor zárva van az egész. Így néz ki egy igazgatói iroda Tájvanon, egy nagyon-nagyon pici iskolában. Tájvanon az általános iskolák 6 osztályosak, és ebben az iskolában, Yang suliában összesen 28 diák van a 6 év folyamon, tehát összesen 28 diák az egész iskolában, ami hihetetlenül kevés, és otthon teljesen elképzelhetetlen. Ezek az iskolák általában nagyon messze vannak a belvárostól, és tényleg itt nem sokan laknak, főleg mezőgazdasággal foglalkoznak a szülők, úgyhogy kevesebb a gyerek, viszont így is jól működik a suli. És egyébként gyönyörű szép kilátásuk van, mert a hegyekre látnak rá innen, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon királyhely. Most viszont felvettük a papírokat, és megyünk tovább. Na, megérkeztünk Tainanba, úgyhogy most az első állomásunk ez az Apple Bolt lesz. Aztán pedig bekapunk valamit, mert már délután van, és eddig még semmit nem ettünk, úgyhogy kezdünk éhesek lenni.
eléggé elhúzódott ez a dolog a boltban, és nagyjából 2 órát ültünk ott, vagy álltunk ott, ami elég fárasztó volt, és előtte nem is ettünk semmit, csak reggelit, úgyhogy már délután 3 óra elmúlt, és még egyáltalán nem ebédeltünk, úgyhogy most itt a közelben találtunk egy ilyen villámgyors megoldást, úgyhogy bejöttünk a Subway-be. Tényleg semmi extra, mert kb. Erre volt kapacitásunk, mert nagyon éhesek vagyunk. Úgyhogy most eszünk, aztán átmegyünk valószínűleg még a másik plázába, megnézzük ezt a 2 ruházati üzletet, az egyik a H&M, a másik pedig a Uniqlo, aztán pedig szerintem elindulunk haza. Most már másnap reggel van, és tegnap nagyon későn értünk haza, úgyhogy már nem volt időm nektek megmutatni, hogy miket szereztünk be. Az az igazság, hogy a tegnapi nap az sokkal rövidebbre sikerült, mint ahogy gondoltam, mármint így a videózás szempontjából, mert tényleg semmi érdekeset nem csináltunk. Elmentünk az Apple boltba, hogy ugye megnézessük a régi laptopomat, illetve a pici iPad-emet, hogy be tudják számítani. Úgyhogy még ezt a 2 átnézték, nagyjából 2 óra volt, és ott kellett ugye ücsörögnünk. És mire végeztek, én már olyan éhes voltam, hogy tényleg kopogott a szemem, úgyhogy kezdtem is így felhúzni magamat, hogy mi tart már ilyen sokáig. És utána elmentünk enni, aztán elmentünk egy másik plázába, ahol volt H&M, aztán elmentünk egy másik plázába, ahol Young szeretett volna megnézni valamit, és már este 8 volt, úgyhogy mire hazaértünk, az kb. Olyan 9-10 körül volt, és eléggé elfáradtunk. Viszont meg fogom nektek mutatni, hogy miket vettem a H&M-ben, fel is próbálom őket. Egyébként most nem lesz túl sok minden, mert igazából ilyen basic pólókért, meg basic darabokért mentem. Tudjátok, én tanítok is a munkában inkább az ilyen kényelmesebb darabokat preferálom, mert nyilván nem szeretném a legszebb ruhámat esetleg bepiszkolni, ha játszunk a gyerekekkel, vagy ilyesmi. Illetve a mai napon még el kell készítsem az új órarendet erre a szemeszterre, úgyhogy azt majd az új iPad-en fogom megejteni, és azt is megmutatom nektek, most viszont mindenek előtt kimegyek a konyhába, és készítek valami reggelit, mert elég éhes vagyok. Tegnap nem ettünk túl sok mindent, nem igazán volt rá időnk, úgyhogy este úgy feküdtem le, hogy éhes vagyok, és most reggel is korog a gyomrom, úgyhogy nézzük, hogy mi van a konyhában. A mai reggeli szerintem nagyon egyszerű lesz, be fogok dobni ilyen kis pici virslit a légsütőbe, és teszek még hozzá ilyen fagyasztott mini francia bagettet, amit egyébként nagyon szeretek, úgyhogy ezt most gyorsan vissza is rakom majd a mélyhűtőbe, nehogy kiolvadjon. Illetve fogok még készíteni egy séket, volt itthon fagyasztott banánom, illetve ilyen fagyasztott bogyós gyümölcs keverékem, úgyhogy ezt fogom egybetenni, és ez lesz a reggelim. Itt van az összes cucc, igazából 4 dolgot vettem, és ebből 2 póló, az egyik a Divided, ez egy ilyen almárkája, gondolom a H&M-nek, a másik pedig a H&M Basics, és mind a 2 pólót M-es méretben vettem. Nagyon-nagyon puha anyaguk volt, és meglepődtem. Nekem eddig nem nagyon voltak H&M-es pólóim, mert az a problémám velük, hogy túlságosan rövidek, és valahol ott a csípőmnél vágnak el, ami nem igazán a kedvencem, úgyhogy most direkt olyat választottam, ami kicsit hosszabb, és hál' Istennek találtam is ilyet, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszett. Aztán van itt egy magas derekú leggings, nem tudom mennyire fogjátok látni, ilyen hatalmas a derekánál ez a kis bevarrás, és én nagyon szeretem a leggingseket, főleg amikor tanítok, szerintem ez a legkényelmesebb, úgyhogy én tényleg csak ilyenekbe megyek dolgozni. És az utolsó darab egy ruha, aminek az a története, hogy az egyikőtöknél láttam ezt a ruhát az Instagramon, és megkérdeztem, hogy honnan van, mert nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm innen is a tippet, egyébként ez is H&M-es ruha, és nagyon-nagyon megtetszett a mintája nekem is, úgyhogy ezt a ruhát még elhoztam, szerintem ez az utolsó ruha, amit ezen a nyáron vásárolok, mert most már tényleg vége ennek a ruhaszezonnak. Persze itt Tajvanon még nagyon sokáig kell majd viselnünk őket, mert kb. Októberig ilyen hihetetlenül meleg lesz még mindig. Szóval ez lenne a barna felső, egyébként tényleg hihetetlenül jó anyaga van, és ahogy látjátok, elég hosszú is, ráadásul itt hátul fenék alá ér.
Ez pedig a magasított derekú leggings, ami tényleg elég magasra fölér, úgyhogy nagyon-nagyon kényelmes. Ebből végül is az LS méretet hoztam el, az MS is tökéletes lett volna, de aztán felpróbáltam az LS-et, és igaz, hogy nem ül annyira szépen így az ember derekán, mint az MS, viszont itt a combamnál sokkal kényelmesebb volt, és nem feszült annyira, úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon kis egyszerű munkába járós szett lesz. Aztán itt van ez a sima szürke felső, ami még az előzőnél is hosszabb, de tényleg ez is szuper kényelmes és nagyon-nagyon puha. És az utolsó darab nem lenne más, mint ez a csodás ruhácska, ami tényleg gyönyörű, és szerintem nézzétek meg, mert most még lehet kapni, egyébként tényleg szeptember eleje van, amikor ezt a videót ugye csinálom, úgyhogy szerintem már ez lesz így az utolsó felvonása a nyári ruháknak a H&M-ben. Szóval most ezeket sikerült elhoznom a H&M-ből, és ahogy említettem, szerintem most már a nyári ruhák teljesen ki fognak futni, jönnek az őszi kollekciók, és itt Tájvanon nyilván én még nagyon sokáig fogom élvezni ezeket a ruhákat, mert nálunk kb. November közepén kezd el hűvösebb lenni az idő, egészen addig ilyen 30 fokok lesznek, úgyhogy én még bőven tudom hordani őket, de ahogy említettem, ha ti is szeretnétek, akkor most kukkancsátok meg. Szóval most gyorsan felviszem őket a mosásba, aztán pedig megmutatom nektek az iPad-et, és elkezdem tervezni ezt a napi rendet, illetve órabeosztást, és majd azt is láthatjátok, úgyhogy menjünk. Csinálni az órarendemet, úgyhogy most már megvan az is, nem fogom eltéveszteni, hogy mikor, milyen nap, milyen órán van. Most szerintem összepakolok, és aztán elindulok a munkába. Jó reggelt, most már péntek van, nemrég ébredtem föl, lehet, hogy halljátok is még a hangomon, egy kicsit ilyen álmos hangom van. Viszont lejöttem a konyhába és csináltam magamnak gyorsan egy koffeinmentes kávét, és most ilyen nagyon jó kávé illat van itt az egész konyhában, és hallgatom a madárkákat, hogy odakint csicseregnek, teljes csönd van most, nem tudom miért péntek van egyébként, viszont nagyon jó érzés így hallgatni őket. És a mai napon szerettem volna kipróbálni egy receptet, amit én is egy videóban láttam, ez pedig nem más, mint egy ilyen felhő kenyér, ami nagyon érdekesnek tűnt, mert nem kell bele liszt. Úgyhogy szerintem most először megiszom a kávémat, egy picit még lehet visszamegyek a szobába, és aztán amikor kezdek kihes lenni, akkor lejövök és nekiállok ennek a kenyérkének. Na, összeszedtem az alapanyagokat ehhez a kis felhő kenyérhez, és igazából tényleg nagyon egyszerű az egész, mert összesen 3 alapanyag kell hozzá, 3 darab tojás, cukor, vagy én most ebben az esetben ugye eritritát fogok használni, és vagy kukorica keményítő, vagy tápióka keményítő, nekem most tápiókám van itthon, úgyhogy ezt fogom használni, illetve láttam, hogy nagyon sokan tesznek bele ilyen ételszínezéket, sajnos nekem ilyenem nincsen most itthon, úgyhogy az enyém fehér lesz belülről, de remélem, hogy így is jól fog kisülni az egész, és annyi lesz a dolgunk, hogy ezeket az összetevőket összekeverjük. A tojásnak a sárgáját nem fogjuk használni, úgyhogy ezt félreteszem valami másra, és lássunk is neki!
hát elkészült ez a kis csóri, és szegény eléggé összement, ahogy így kivettem, hagytam, hogy hűljön, és eléggé lelaposodott. Amikor meleg volt, akkor tényleg ilyen nagyon szép kis pufi formája volt, de belül így is nagyon jól néz ki, nagyon kis, szép, és tök fehér maradt. Egyébként, ha ételszínezéket raktok bele, akkor ilyen nagyon király pasztelszínűeket is lehet csinálni. Szerintem az lehetett a probléma, hogy nekem nincs olyan nagy rendes gépi habverőm, amivel tényleg nagyon keményre lehetett volna felverni ezt a tojás habot. Úgyhogy azt ajánlom nektek, hogy inkább azt használjátok, ha nektek van olyan, mert én megpróbáltam ugye kézzel meg egy ilyen mini habverővel ugye felverni, viszont tényleg itt ültem egy órát, kb. Nagyon fárasztó. Úgyhogy most meg is fogom kóstolni, és kíváncsi vagyok, hogy amilyen felkapott, vajon tényleg olyan finom-e, vagy megérte ezt a nagy fáradtságot. Na hát azt kell, hogy mondjam, hogy meglepően finom volt, nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz, és szinte bűnmentes, mert tulajdonképpen csak tojásfehérje van benne, illetve én ugye eritritet használtam, úgyhogy ha a cukrot is le tudjátok váltani, akkor szerintem tegyétek meg. Egyébként, hogyha valamilyen édesítőt használtok, akkor szerintem a 3 kanál helyett, mert ugye cukorból 3 evőkanalat mond a recept, szerintem használjátok kevesebbet. Én 2 evőkanál eritritet tettem bele, és így is brutál édes volt, úgyhogy szerintem ennek a fele is elég lett volna. Kísérletezzetek vele, és tényleg egyébként egy nagyon jó pofa kis dolog. És ételszínezékkel is biztos, hogy rohadt jól néz ki, hogyha tényleg ilyen pasztelszínű az egész. Most viszont megyek vissza, mert csinálom az ebédet, és már szerintem rotyog a víz, úgyhogy felrakom ezeket a paradicsomos húsgolyókat. Vasárnap reggel van, és nemrég ébredtünk fel, összekaptuk magunkat, mert megyünk be a városba edzeni. De előtt el fogunk látogatni a kedvenc reggelizős helyünkre, mert láttuk az interneten, hogy új ilyen teákkal rukkoltak elő. Van passion fruitos, meg mangós, meg mindenfajta, úgyhogy most először oda megyünk és eszünk valamit, aztán pedig elmegyünk edzeni. Szerintem meg is ragadom az alkalmat, és elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornára, és van Instagramom is, ahova szép képeket szoktam felrakni Tájváról, meg az utazásainkról, úgyhogy ha van kedvetek, akkor oda is nézzetek be, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!